Ma egy japán ételkülönlegesség a Sarime Fafner módra került terítékre. Ez első körben minden jóval meg kell töltenünk az edőt! Nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű imót adjunk hozzá, és ne várt hozzá körítenünk egy kis csatát sem. Amit rögtest meg is fűzelezünk egy kis ahhoz tartozó sírással, úgy magyarosan. Kőhúzomathoz, 90-es égárt leggélt ajánlok hozzá. Hallják, milyen karakteres az íze! Hogy a nőnemű nézők jelenválasztása is beindul, egy kis félédes sónenájt fogyasszunk hozzá. Jami! Tegyük elő melegített sütőbe, hogy a szereplők jól összeolvadjanak, ha már ez a vágya néhányaknak. Töltött lőfegyverre tároljuk! Bizony gyerekek, ez a Vidisen hentájt mutat be! Ellenben a Mindfuck, vagy inkább Mindrape fogalmát! A készítők olyan szinten töltötték meg értelemmel, mint Kozsó a szamurájét! A felállás egyszerű, a filozófia és bazin a japcsi robotok kombóval operáló anime piacán tátolgó űrt próbálták meg kitölteni, és lehetőleg még ötletet nyúlni mindazoktól is, akik eleve nyúltak! Ennek végeredménye meg igencsak kiszámítható. Fájjon még, lépjen szét. Fájjon még, sohasem lesz ebből elég. Bírom még. Már kezdetben is adott egy halom karakterszeret, mire lehet használni egy majmot? Nem egészen, de közel jártatok. Kazuki tipikus barátaiért élő zárkózott srác, aki mindent a izolált szigeten tengette életét. Ám egy napon megjelentek a festumok, melyek külsejét talán a maci vészpalcok adták, és ilyen vákum szarokkal írtani kezdik a népet! De akár ilyen kicsi költségvetés is legyen egy szigetnek, menni fog, hogy meg tömegeit gyártsák le és küzdjenek az ellenséggel. Persze, Kazuki kap egy csapat lúzert maga mellé, hogy értelmet adjanak a született feleségekre hajazó bölcsességeknek az epizódok végén. Ugyanekkor ilyen csépelt, fos. Most elmegyünk egy kis pénhelyértékre, aztán a Design Center helyett folytatjuk a marhulást. Hányat eljük a disznót az idén? Tudd meg most! Küld a nevet és a disznó szót a 1782-re! Például Arthur disznó a 1782-re! Hány évesen feszítette el a szüzességét a nagyid? Tudd meg most! Küld a neved és a nagyi szót a 1782-re! Például Petronella nagyi a 1782-re! Az első mass facepalm akkor következett be, amikor egy Shouko nevű halálos beteg idióta Riheron barom kitalálta, hogy most az egyszer hasznos lesz és kinyíratja magát az ellenséggel együtt. Mekkora egy önző gyökér, hogy felállsz egy faktert, és direkt az alapfegyverek keresik a döktek, pedig az FPS-ekből tudhatná, hogy a kés szart sem ér. De aztán sírunk, szánalkozunk, eltemetjük, elfelejtjük, nem? Jó fasz! Fősrácot csesztetik a haláláért, és a sorozat végig hallgathatjuk, hogy milyen jó ember volt, mint kb. A Gurrelagamban Kamina esetén. Fasza! Persze a kötekedő majom festumizálódik szerencsére. Sokoga. Ha már eddig eljutottunk, kicsit sokszor hangzik majd el a kérdés, hogy... Ebben a sorozatban is megtaláltam a kedvenc karaktertípusomat, neki is van egy nagyon különleges hitvallás a saját magáról és a környező világról. Szódane. Atashi, oitekebori da mon ne. CDC ni tatte taishite yaku ni tatte nai shi. Nano ni dare mo Kazuki-kun no kimochi o kikanakatta kuse ni. De,
何もできなかった。だからわかるの。わかるって。翔子の気持ちが。Jaj, vajon hány szerepet kaphattál a haldokló hangoddal, te szerencsétlen? Lássuk! Miért nem vagyok meglepve? Tökéletes Eva hatásért muszáj volt, hogy a festumok, akiknek amúgy változatossága lenyűgöző, összeolvadósdit játszanak, mivelük másképp szemlik az életet, és így megtudhattuk, hogy mi is az állandóan emlegetett Mir, ami a világot és a régióit irányítja. Igen! Gyakorta ez a Mir! A levegő! Feléled a festumizásnál! Aztán mégsem! Nyugodjál békében, seggfej! Aztán mégis? Mi a fene folyik itt? Kazuki! Szósi! Már kedvem sincsen megnyomni. A tökéletes orgazmus, hogy páran még meghalnak. Ez időben tűnik fel az életlen festum, akivel láttam valami fantáziát, a neki okozott fájdalmakat visszaverte a támadóra. A záró dupla részben a négyes trió festum kérekkel feltöltve indul Szósi megmentésért! Szósi! Nani hogy töründa! Jamete kure Szósi! Boku wa koko ni iru. Ekkor Kazuki! Már le sem tagadhatja, hogy valakkor a nyálgép homokharcos, mint Duma Robert, az Ultimátum zenekarból! Még ha Kazukiék szenvedése ezzel nem is ért véget, a miénk szerencsére biztosan. Haláli anime volt! Szó szerint! Azon kívül, hogy minden második szereplő meghalt! Nem sok élmény nyújt! A filozófiánál nagyobb baromságot még életemben nem hallottam! Az ilyen kódnevekért meg, mint Salamon, 660, Fedri, Elve, Tarkonövést érdemelnek! Egyedül az opening ending track volt az, ami említésre méltó. Ezért kap tőlem 2 pontot és 3/10-en zár. És amúgy mindenkinek kellemes közelgő fenyőfa mészárlást!